Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt az NSO TV-t. Dárdai Pál, a magyar válogatott egykori labdarúgója, 1997 óta él Németországban. 15 éven keresztül profiskodott a német Hertánál, de azóta is a klub kötelékében maradt. Jelenleg a berlini klub utánpótlásáért felel, sok minden köti Németországhoz, és egyáltalán nem tervezi a hazatérést. Én a fociban élek, én minden nap reggel már 8-kor ott vagyok a pályán, este 8-ra érek haza, délben megyek haza a feleségem, ez 2 órát, hogy azért ne hidegüljünk el egymástól. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ahol a foci, és sajnos otthon most nincs foci, és én nekem ez az életem, és most nagyon jó helyen vagyok, mert Berlinben foci van, itt van utánpótlás, itt ügyes gyerekek vannak. Természetesen az ember, hogyha hazamegyek, kimegyek egy Pécs meccsre, elmentem most egy U15-ös ifjúsági meccsre Pécset. Tehát ugyanúgy, ha otthon vagyok, akkor keresem, meg nézem, de én amikor még otthon játszottam, akkor volt 8-10 ezer néző, édesapám még idejében 16 ezer néző, most meg kimész egy Pécs meccsre, van 800 ezer néző talán. Tehát maga a hangulat, maga a pályák, maga a színvonal, tehát én sem most van 3 nagy fiam. Hogyha most hazavinném őket, ők játszanak a Hertába, sőt a nagyobbik az be van hívva a német válogatottba és az U15-be. De most hazavinném őket, ez nem bántás senkinek, de most ha hazavinném őket, és el kéne menjen egyet Komlóra, egyet Mázaszászfára, meg egyet Kozármislenybe játszani, akkor lehet, hogy megkérdezni tőlem, hogy apu, mit csináltál te most velünk? Tehát ez egy nagyon érzékeny téma, én szívesen segítek, meg nekem is szívügyem a magyar labdarúgás, de hogyha az ember lépne, hogy most hazamegy, akkor azért ez egy nagyon nagy fordulópont lenne az életemben, mert itt, amit beinvestáltam ennyi év alatt, ahogy támogatnak, meg hogy a klub irántam bizalmat ad, meg segít, azért ez kemény döntés lenne. Hajnal Tamás, az Ingolstadt játékosa is már régóta légióskodik. Egy rövid belgiumi kitérítő eltekintve már 15 éve játszik Németországban. Ugye engem sok minden köt még azért Magyarországhoz, ugye a családom otthon él, a feleségem családja otthon él, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. De most már nagyon régóta élünk itt Németországban is, és nagyon jól érezzük magunkat. Úgyhogy mind a két országban én nagyon otthon érzem magam, és így boldog is vagyok. Dárdai csupán egyetlen csapatnál, a Hertha BSC-nél légióskodott, Hajnal azonban a Schalke, a Kaiserslautern, a Karlsruhe, a Dortmund és a Stuttgart után már a 6. német csapatánál, a másodosztályú Ingolstadtnál játszik.